Kérem szépen, biztos vagyok benne, hogy emlékeztek rengetegen a nagyon régen menő Nancy James sorozatgyilkosos horror történetemre. Hát az abban maradt, ugyanis konkrétan nem jelentek meg új részek, na de most megjelent a napokban a legújabb, amelynek az a címe, hogy az éjszaka, amikor Nancy James meghalt. Hogy tessék, nincsen már életben és biztonságban lehetünk, tudjátok. Hogyha örültek ennek a videónak, akkor mindenféleképpen már most csapassatok rá egy hatalmas nagy lájkot, ugyanis számomra ez legyes lenne visszajelzés. De ne is húzzuk az időt, hanem egyből kezdjünk is már bele, ugyanis én rettentő kíváncsi vagyok, hogy mégis mik lesznek itt. Ír nekünk egy ismeretlen számról valaki, hogy szia Nancy, mégis ki vagy te? Én figyellek téged. Most akkor valaki Nancy Jamesre vadászik? Hát amennyi ellenséget szerzett az évek alatt, én nem csodálom. Mégis mit figyelsz? Hát téged figyellek. Nagyon tetszik a fürdőruhád. Honnan tud ilyeneket? Én a kocsimban vagyok az autópályán, és senki sincsen a közelben. És egyáltalán nincs is rajtam fürdőruha. Te komolyan azt hiszed, hogy meg tudsz engem prankelni? Na várjatok csak! Szóval akkor őt hívják Nancy-nek, és nagy eséllyel akkor az ismeretlen szám mögött Nancy James áll. A hírhet sorozatgyilkos! Hány száz gyermeknek vett el az életét? De a csajszi nagyon is csupán azt hiszi, hogy őt prankelik, hát bízunk abban, hogy ez csupán prank. És Nancy James nem tért vissza, ugyanis már jó ideje nem lehet hallani róla. Mégis mi lenne akkor, hogyha küldenék neked bizonyítékot arról, hogy én tényleg figyellek téged? Hát de ezt gondolom valami social felületén lévő kép. Ezzel egyáltalán nem ijeszted meg. Úristen, akkor van rólam egy képed? Ez nem a képről szól, Nancy. Hát akkor mégis miről? Ez arról szól, ahol látlak én téged. Én hallom, mit csináltok, hogy éppen hívod a szüleidet. Ügyes vagy, sikeresen kiderítetted, hogy én a szüleid házában vagyok. Én szerettem azokat az embereket, akik ennyire okosak. Most keltetted fel éppen az apukádat. Figyelmeztetem, és elvágom az ő torkát. Na, az mondjuk baj. Te tényleg ő vagy? Te tudod ezt nagyon is. Én meg is mondtam apának, hogy csupán véletlenül hívtam, mivel a zsebemben megnyomódott a telefonom. Aha, látom is, apukád már vissza is fekszik az ágyába. De Nancy James nem elkapták a rendőrök? Ja nem, mert sikerült elszöknie. Ugye is azóta nem hallottunk róla. A testvéred az ő szobájában alszik. Kérlek, ne bántsd őket! Én úgy érzem, hogy köztünk egy erős kötődés van. Te is érzed? Én mindent tudok rólad, igen. Illetve azt is, hogy mit műveltél az emberekkel az évek alatt. Az a baj, hogy arra én már nem emlékszem, hogy Nancy mégis ki volt régen. De fixen akkor összekapcsolódik ez a történetünk a régi sztorinkkal. Ja, mindig, amikor iskolában gyerekeket öltél, nekem elmondtad. Aha, látod, hogy mi mennyire összekapcsolódunk. Azért én is elég sok mindent tudok ám rólad. Nancy Ellen James vagy. Így hívják a kis csajszit. Majdnem úgy, ahogy Nancy James-t. És tudjátok, kiderülni, hogy a lánya vagy valami. Március 9-én születtél 2005-ben Tony és Ellen James. A két szülődnek a neve, mondja is, hogy mégis milyen suliba jár, és pszichológiát tanul, Nancy James pedig szereti a pszichológiát, illetve leírja a koleszának a pontos címét, és még azt is, hogy melyik szobában lakik. Mégis mit szeretnél tőlem? Egyszerűen nem volt más választásom, és így neveztek el engem. A szüleim adták ezt a nevet. Igazad van. És tudjátok, pont ezt akarom mondani, hogy akkor először a szüleivel fog végezni, mivel a szülők adtak neki ugyanolyan nevet, mint bizony Nancy James neve. Nem, én egyáltalán nem erre gondoltam.
Szóval te azt mondod, hogy nem tudod legálisan megváltoztatni a nevedet. Akkor ebből már kiderül, hogy bizony, ő egyáltalán nem Nancy Jamesnek az eltitkolt lánya meg minden. Nancy Jamesnek egyáltalán nem tetszik, hogy ennek a lánynak majdnem ugyanolyan a neve, mint neki. Egyszerűen én még erre nem is gondoltam. Hát figyú, az élet arról szól, hogy döntéseket hozunk. Te találkoztál bárkivel is a valóságban, akit Nancy Jamesnek hívnak? Nem. Pedig van belőlük jó pár. Hadd mutassak be neked néhányat. Ő például egy tűzoltó Nancy James volt, aki 1972. augusztus 17-én született. És tudjátok, mindjárt kiderül, hogy ő már nem él. Ő pedig egy idős Nancy James, aki 1952. február 7-én született. Ő pedig egy pincérnő Nancy James. Rettentő beteg, hogy így vágja, és konkrétan az egész világban megtalálta azokat a személyeket, akiket Nancy Jamesnek hívnak. Nagyon remélem, hogy bizony nem végzett velük. Nagyon, de nagyon beteg ez a nő! A Nancy James név az emberekben félelmet kelt. Hát figyú, amilyen szörnyűséget műveltél, én egyáltalán nem lepődök meg ezen. És majd most akkor rá fogja benne, hogy változtassa meg a nevét. Ez eléggé egyszerű. Öld meg a többi Nancy James-t, mielőtt ők ölnek meg téged. Te vagy az egyedüli Nancy James sorozatgyilkos. A többi Nancy James nevezeti hölgy full civil, és nem művel ilyeneket. Mit csináltok? Ma éjszaka Nancy James meg fog halni. Akkor itt van nekünk hatalmas nagy fordulatunk, és igazából nem az igazi sorozatgyilkos Nancy James hal meg, hanem azok a személyek, vagy az a személy, akik Nancy Jamesnek hívnak. Ők már mennek feléd. Ugyanis én elküldtem nekik rólad egy fotót, illetve a pontos címedet. Most ő akkor a beteg játékát műveli, és összegyűjtötte az összes Nancy James-t, és mindenkinek beadja ezt, hogyha nem te ölöd meg őt, akkor ők fognak téged megölni, és egymás ellen fognak harcolni? Hát tisztára éhezők viadal lesz itt, vagy mizu? Te betegnő, hogy vagy erre képes? Plusz gondolj az édesanyukádra, illetve az apukádra. Hogyha nem küldesz nekem bizonyítékot, hogy bizony meghaltak, akkor a te családod fog meghalni. És most kajakra random ártatlan embereket így fog egymás ellen uszítani. Szörnyű ez! Már azért bevallom, hogy eléggé hiányzott ez, és ők nem fognak gyorsan meghalni. Ők nagyon fájdalmasan fognak, hogyha már ennyire ostobák voltak, és Nancy James nevet adtak a gyermeküknek. Egyébként, hogyha segítséget kérnél, én segítek neked, de csupán egyszer. És most kajakra ártatlan embereket vesz rá erre, és gyilkossá fognak válni. Én lenyomozom a te telefonodat, és folyamatosan figyellek. Hogyha te valamikor nem írsz vissza nekem egy percen belül, akkor anyukád, apukád vagy netalán testvéred meg fog halni. Bárhogy gyilkolhatsz, csupán lőfegyvert ne használj. Én azt szeretném, hogy kreatív legyél, és mielőtt kérdeznéd, a többi Nancy James családját is figyeljük, ugyanis a barátaim az ő házaikban vannak. Sietned kell, ugyanis a tűzoltó Nancy James nagyon is már közeledik feléd. Ő tudja, hogy én pontosan hol vagyok? És mégis hogyan kéne megmutatnom neked, hogy tényleg megöltem és meghalt. Küldd el a holttestéről a képet, mit fogunk mit látni? És hogyan garantálod nekem, hogy a családom biztonságban marad? Hát tudod, Nancy Jamesnek nagy a reputációja, és bíznod kell benne. Kajakra, ez a pszichopata nő
éhezők viadalát játszik. Mi ez? Daniel Fisher vagyok. Itt vagyok, hogy segítsek neked. És akkor ezt nem látja Nancy James? Várjatok már! Ő róla valami rémlik nekem. Ugyanis volt valami pecázós könyv is, és Nancy James, mint hogyha valamilyen szinten tartaná ettől a férfitől, ő valami nyomozó. Én tudok nagyon is arról a játékról, amelyet Nancy James játszik. Ez nem egy játék. Nála van a családom, és bármikor bánthatja őket. Ne aggódj, az FBI már úton van a szüleid háza felé. Te vagy az FBI? Hát, nem egészen, de amúgy ez a tag nagyon benne lehet a dolgokban, hogyha képes úgy írni neki, annyira titkosítva, hogy Nancy James ezt ne is lássa. Legalábbis bízunk benne, hogy nem látja, mivel ott nekünk azt írta. Várjatok már! Volt Warren ügynök is még anno! Én emlékfoszlányai most már vannak. Ő vezette a Nancy James elleni bevetést. De mi van akkor, hogyha őt csak megpróbálják átverni? Én itt vagyok a tűzoltóval, a koleszod előtt. Hogyha te kijössz hozzánk, akkor nyugi, biztonságban leszel. Mi van, hogyha a tűzoltónak ez a hatalmas nagy taktikája, és így próbálja megölni őt? Ne menjél sehova! Én megyek hozzád! Csajci, ne bízzál benne! Hogyha te nem az FBI-jal vagy, akkor mégis kivel vagy? Mondjuk azt, hogy én egy ilyen szabadszellemű vállalkozó vagyok! Nancy Jamesnek és nekem történelmünk van! Ő levágta a kezemet, én pedig ezért őt fel fogom darabolni 1000 darabba. Az a baj, hogy nem frissen van a fejünkben az egész történetünk, mivel már annyira régen láttuk, de biztos vagyok benne, hogy ő is már szerepelt akkor régebben, és átélhettük azt, amikor is Nancy James levágta az ő karját. Te itt vagy akkor leszom előtt? Igen. Maradj akkor ott, és én kimegyek hozzád. Miért bízol meg benne? Bár amúgy bőven benne van, hogy igazat mond, és akkor benne tényleg meg lehet bízni. De akkor is. Mi van, hogyha összefogod a tűzoltó csajjal? Tudom, hogy nem ismersz engem, de azért vagyok itt, hogy segítsek. Te most akkor figyelsz engem? Igen, pont úgy, ahogy Nancy James. Ugyanazok nekünk a forrásaink. Nem, biztos, hogy nem. Én nem hiszek el neked semmit. Erről van szó, a csajsz nagyon is rafinált, és egyáltalán nem bízik benne. Én teljes mértékben megértem, hogy szkeptikus vagy, de figyelj rám! Az a tervem, hogy megfékeljük a halálokat, és akkor ezeket küldjük majd Nancy Jamesnek. Először is biztosíts arról, hogy a családom biztonságban van, utána pedig hallgatok rád. Hozd be Warren ügynököt is a chatbe, egyszerűen nem tudom, mivel nekünk is megvan a történetünk. Egyre gyanúsabb ez az ember. Téged köröz az FBI? Hát igen! Az mondjuk probléma, bárhogy nézem. De mi van akkor, hogyha tényleg bízhat benne? Hát hogy bízzak így benned? Na várj csak, akkor behozom a chatbe. Még sohasem láthattuk Warren ügynököt szerintem arcra. És most itt van. De nem neki nem volt lába. Mivel Nancy James intézte ezt is. Warren, én itt vagyok egy kollégával méghozzá Nancy James-el. Ő eléggé szkeptikus, de én itt vagyok azért, hogy segítsek neki. Mégis, honnan tudjam, hogy te tényleg az FBI-nál dolgozol? Hívd fel az FBI irodát, és kérdezz rá egy operátornál. Warren, ő ezt nem tudja megtenni, ugyanis a telefonját monitorozzák. És te dolgozol az FBI-nál, amikor is ilyen tippeket mondasz?
Egyre gyanúsabbak ők. Én itt vagyok a szüleid ház előtt. Az összes lámpa le van kapcsolva. És látod az édesapukámat? Vagy esetleg Nancy James-t? Nancy James biztos, hogy nem lesz ott. Mégis miért? Az, hogy fogva tartokra figyeljen, nem az ő műfaja, ő inkább közel szeretne lenni az akcióhoz. Most már amúgy valamilyen szinten én bízok benne, ugyanis látszódik, hogy ismeri Nancy James-t. Neki van egy egész csapata, egy csomó sziopata, aki dolgozik neki, és egy csomó piszkos munkát helyette végeznek el. Az egyikük ölte meg az én édesapámat, amikor is gyerek voltam. Az egyik villanyt felkapcsolták, és én látok valakit. Na, ő lehet akkor a Chelsea-nek az apja? Daniel, te felismered őt? Aha, és tudjátok, kiderülne, hogy ez az a férfi, aki megölte az ő apját. Név szerint tudja. 7 embert ölt meg ez a férfi. Honnan vagy benne annyira biztos, hogy ez ő? Az irodám nem erősítette meg az ő identitását. Nekem... nem kell követnem az FBI szabályait. Hát ő szabadúszó, mondta. Tudnék küldeni bizonyítékot, de arra most nincs idő. Csak bízatok bennem. Jelenleg 7 emberrel dolgozik együtt Nancy James. De nem akarom ismételgetni magamat, nincsen elég időnk. Szóval azért tempozzunk. Már megint a bejárati ajtó. Lőd le őt! Mi a baj átcsó ajtóval? Ja, hogy ennyire benne vannak ezek a sorozatgyilkosok? És akkor oda rakhatott valami szöges drótot, vagy bármit is, vagy netalán egy riasztót, hogyha az FBI be akar menni a házba, akkor meghallja. Keresnem kell egy másik utat, hogy bejussak a szüleid házába. Amikor is én kicsi voltam, az én hálószobámnak az ajtaján másztam be meg ki. Ugyanis van ott egy nagy fa. Jó, rendben van, akkor lemásolom ezt a taktikádat. Meglátjuk. Én megyek is be a házba. Csak nehogy az legyen, hogy megöljék Warren ügynököt. A házban van még bárki is a szüleiden kívül? A testvérem, aki 14 éves. De várjatok már! Amúgy Nancy James nem azt mondta, hogy ha egy percen belül nem ír neki vissza a Chelsea, akkor a szüleinek nagyon is kamperc. Vagy lehetséges, hogy akkor azóta nem írt neki Nancy James, ugyanis azt hiszi, hogy nagyon is történnek ám itt az események. Mégis mi történik? Miért mozogsz? Én bujkálok! De már egyből vissza is írt neki. Várok rá, hogy jöjjön felém, és amint jön, ő nagyon is végezni fog vele. És utána mit csinálsz? Végzek vele. Bejutott el a házba, és milyen kis váltogatások vannak itt a sztorik között. Közben pedig Nancy James már dörzsöd a tenyerét. Hogy nagyon is gyilkosságok fognak történni ma este. Warren? Mégis miért nem válaszol, Warren? Nancy James írt a tűzoltó Jamesnek. Ő eléggé ideges, hogy mi megálltunk a te koleszod előtt. Mit csináltok? Mekkora egy szemétláda? Pedig mondta a Nancy-nek, hogy egyáltalán a pontos helyzetét nem fogja megosztani vele. Most pedig megosztotta a tűzoltó csajjal. Mégis mennyire van tőlem messze? Ne mondj Nancy Jamesnek semmit, hogy te tudsz arról, hogy tudják a te pontos helyzetedet. Vagy pedig arról, hogy mi beszélünk. Mi megyünk feléd. Fuss el, mi pedig követni fogunk téged. Tűnjön ez az egész úgy, mintha teljesen igazi lenne. Hát megfékelnek itt mindent, erről van szó. És mégis, mi van a többi Nancyvel? Ők merre vannak? Hát, azt én nem tudom.
biztató, nem? Lehetséges, hogy valakivel nem is vették fel a kapcsolatot, és valamelyikük mindjárt gyilkolni fog. Hát, az fantasztikus. Én itt vagyok a te családoddal. Na! Végzett akkor! Ezzel a sorozatgyilkossal! Mik ezek az AI képek, ember? Jaj, imádom! Zseni amúgy! De azért eléggé para volt. Az a kép, ahol is ez a sorozatgyilkos fekszik amúgy itt a földön. Mit ne mondjak. Szóval, menjünk is tovább, és folytassuk ezt a történetünket. Nancy, azt mutatja a lokátor, hogy te távolodsz tőlünk. Hogy mi? Itt lesz nekünk a hatalmas nagy fordulat? Hát mondta, hogy egy helyben fogja várni őket. Nem is az ő lokációját látják? Vagy Mizu? Tűnj onnan! Egyszerűen nem tudok én innen kijönni! Ő azt hiszi, hogy én Nancy Jamesnek írok. Ki az az ő? Én azt hittem, hogy ő te vagy. Ki van ott vele? Most akkor ő fog meghalni elsőnek, és akkor nem jött be az FBI-nek a taktikája? Milyen meglepő, hogy Nancy James már megint túl fog járni rajtuk, nem? Hát folyamatosan ez történik. Ő integetett felém. És te azt hitted, hogy én vagyok az? Azt mondtad, hogy Nancy James levágta a te kezedet, és neki sem volt keze, aki integetett nekem. Fenébe Warren! Mégis ki ő? Ő Nancy James-el dolgozik. Nem jött be akkor a taktika, és belesétált most telibe Nancy James csapdájába. Menekülj már! Nagyon is menekülj! Ja, hogy beszállt már a kocsiába, és egyre gyorsabban és gyorsabban vezet, és távolodnak el akkor tőlük. Mit csináljak? Hát konkrétan már semmit se tudsz csinálni. És ezt a történetet folytatni fogják. Újra indul akkor a Nancy James-es horror sorozatunk? Hát nagyon úgy fest. Brutális volt ez a sztori, és tényleg annyira hiányzott már nekem. De most akkor egyáltalán nem fog működni az FBI-nak a terve, és az összes létező Nancy James-el végezni fog Nancy James és a kis csapata. De ez is most derült ki, és ki tudja, hogy még mennyi minden fog kiderülni a következő részekből. Hát ennyi is lett volna ez a videónk, hogyha bejött nektek, és szeretnétek majd folytatást, hogyha megjelenik, akkor mindenféleképpen csapassatok egy hatalmas nagy lájkot. Ott van minden lent a leírásban a gameplay csatornámmal, együtt kérlek, oda is iratkozzatok fel. Én köszönöm a figyelmet, majd hamarosan találkozunk, addig is, szevasztok!